Szent László Árpádházi magyar király 1077 és 1095 között uralkodott. Vitézségéről, bátorságáról legendák szólnak. Szent László lovakirályunk nagyszerű jellemű ember volt. Cselekedetei 900 év távlatából is példaértékűek lehetnek. Amikor felidézem az ő emlékét, mint ideá, szeretném a magyar ifjúság elé, és különösen a katonák elé állítani azt a nagy magyar katonát, akiben a magyar szellem vált magyarrá és szenté. Királyunk ünnepének egyik legfontosabb üzenete, mondta beszédében Varga Csaba dandártábornok, az, hogy igenis meg kell emlékeznünk nemes értékeinkről, hagyományainkról. A jelenlétünket a múltból fakadó tudással éljük meg, támaszkodunk elődei tapasztalatára, ápoljuk hagyományainkat, akkor nem kell félni. Honvédeink jó példával járnak elől a mai generáció számára, Vélia megyei közgyűlés alelnöke, hiszen hittel szolgálják hazájukat amellett, hogy nem felejtik el felidézni a múltat. Mi hadseregünk, a honvédség, hála Istennek úgy gondolja, hogy fontos, hogy megemlékezzünk az elődökről, megemlékezzünk az ősökhöz, példát állítsunk nem csak a katonák elé, hanem mindenki elé, akkor ez egy nagyon dicsérendő és követendő hagyomány. És azért gondolja úgy a város is és a megye is, hogy ezeken az eseményeken részt kell venni, megtiszteltetésnek veszük, hogy részt vehetünk ezeken az ünnepi eseményeken. A katonák példaképe és a lövészek védőszentje előtt a honvédelem, valamint a megye és a város vezetői mellett a rendőrség és a katasztrófavédelem képviselői helyezték el a megemlékezés virágait.